Újra kihirdeti a háború miatti veszélyhelyzetet a kormány. Erre azért van szükség, mert novembertől életbe lép az alaptörvénymódosítás, így a jelenleg érvényes veszélyhelyzetet meg kell szüntetni és újra ki kell hirdetni. A különleges jogrend fenntartása továbbra is szükséges, mert a háború elhúzódik, és a szankciók gazdasági hatásai rendkívüli helyzet elé állítják hazánkat. A veszélyhelyzet fenntartása a kormány számára megteremti a hatékony és gyors döntéshozatal jogi kereteit. Ezzel a témával kezdi a ma reggelt Stefán Zoltán és vendége. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Ferenc. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok a századvég közéleti tudásközpont alapítvány vezető elemzőjének Palóc Andrénak is. Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket. Orbán Viktor kormányfő májusban jelentette be, hogy az orosz-ukrán háború miatt háborús veszélyhelyzetet hirdet ki itthon. Nyilván a háborúnak nincs vége a szomszédunkban, látjuk, hogy sokáig is elhúzódhat. Meddig van szükség erre a különleges jogrendre, mire ad felhatalmazást a kormánynak? Talán ez a legfontosabb, amit ön is említett, és amit a felvezetőben is hallhattunk, hogy a háború még mindig tart, éppen ezért szükséges, hogy a veszélyhelyzeti jogrend fönn legyen tartva. Pont azért, hogyha szükség úgy kívánja, akkor bizonyos, azonnal szükséges intézkedéseket meg lehessen lépni, bizonyos döntéseket, ha kell, akkor gyorsan meg lehessen hozni. És rögtön el is kellene oszlatni, szerintem pár kritikát ezzel kapcsolatban, hiszen nyilvánvalóan, hogy a Covid alatt többször úgy most is lehetett hallani ellenzéki különböző politikusoktól, hogy ezzel a kormányzat visszaél, vagy legalábbis tervez visszaélni, de azért az eddigi tapasztalatok, és most már azért jó pár Covid hullám mögöttünk van, illetve a háború is most már több mint fél éve velünk van, szóval ezen tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányzat csak egy lehetőségrendszer tart fönn önmagának, az eddigiekben sem volt semmiféle politikai visszélés ezzel kapcsolatban, és hát ebből következik, hogy ezért a továbbiakban sem lehet erre számítani. Az ellenzéki bírálatok szerint rendeleti kormányzást folytat a kormány, és saját politikai céljaira használja ezt a különleges jogrendet. Ez a bírálat megjelent már tavaly is, amikor az Omikron variáns miatt kellett meghosszabbítani akkor az egészségügyi veszélyhelyzetet. A kormány azt mondja, hogy a cselekvőképesség fenntartása miatt fontos az országgyűlés munkájára hogyan hat, hogyha ez a jogrend továbbra is fennáll. Alapvetően azt látjuk, és itt érdekes, hogy még a COVID-ot kell behozunk példának, hogy bár ott is volt egy ilyen lehetősége, akkor is az országgyűlés továbbra is amíg lehetett, és hát végig lehetett, úgyhogy működött ugyanúgy voltak ülések, és ugyanúgy az országgyűlés hozta meg a legfontosabb döntéseket. Ebből a szempontból ez csak tényleg egy lehetőség arra vonatkozóan, hogyha ez mégiscsak változna. A másik, ami nagyon fontos szerintem ezzel kapcsolatban, hogy mégis mégiscsak az országgyűlésben is egy kétharmados kormány többség van, tehát valójában igazából egy stabilitás az, amit ezzel meg tud erősíteni, és itt azért behoznék egy olyan szempontot is, hogy egyáltalán nem mindegy a különböző külföldi szereplőknek sem, hogy milyen stabilitást látnak egy-egy országban, hogy ha van szükség, akkor adott esetben a kormányzatok tudnak-e lépni, vagy sem. És itt pedig látjuk azért, mind a COVID, mind a háború alatt, azért jó pár kormányzat itt Európában, mondjuk úgy, hogy lecserélődött, ebből a szempontból sem mindegy, hogy hogyan alakulnak itt a helyek. Különböző ez egy fontos szempont lehet, amit ön is behozott, hogy milyen lehet a külföldi megítélése, akár gazdasági szereplők részéről, akár a politikában, hogy milyen a stabilitása. A jogrend, ez is bírálatként felmerült, hogy van olyan környező ország, amely szintén szomszédos, mégsem hirdet háborús veszélyhelyzetet. Ezt mindenki, minden ország eldöntheti maga, hogy hogyan látja ezt a kérdést, de azért mégiscsak arról van szó, hogy ráadásul Magyarország egy háborús ország, a szomszédos ország, tehát ne felejtjük el, hogy ebből a szempontból hozzánk fizikai értelemben is közelebb van a háború, mondjuk nyugat-európai EU-s társakhoz, és ebből a szempontból külön fontos, hogy a hazánk bizonyos lépéseket, hogyha kell, akkor meg tudjon hozni. Itt nem is arról van szó, hogy ott esetben a kormányzat Előre tervezne, ahogy láttuk, a korábbiakban sem volt előre tervezett, különleges jogrendben végrehajtott különböző rendeletek, de maga a lehetősége, hogy megléjen annak, hogyha kell, akkor gyorsan. És hatékonyan tud reagálni, ez igenis fontos, és politikailag is, és stabilitást üzem mindenki számára. Úgy fogalmazott, hogy egy keretrendszer ad meg egy lehetőséget arra a kormányzatnak, hogy gyorsan reagáljon. Május óta van háborús veszélyhelyzet hazánkban. Milyen intézkedések történtek eddig ennek a jogrendnek a keretében? Alapvetően azért azt látjuk, hogy ez a kormányzat, bár föntartja a veszélyhelyzetet, nem igazán azzal, Él, hanem alapvetően a normál országgyűlési szabályai szerint működnek a, a rendeleti vagy jogalkotási procedúrák. Tehát ebből a szempontból én inkább arra hívnám fel a hangsúlyt, hogy alapvetően ez továbbra is csak egy lehetőség, de nem egy, nem egy állandóan használt eszköz a kormányzat kezében, és igenis az mutatkozik meg, hogy sokkal kevésbé tűnik úgy, ez a napi szinten, hogyha csak nem különösen indokolt, akkor ez a valóságban bármiféle különbséget okozna. Nyilván nincsenek könnyű helyzetben az európai kormányok a háború humanitárius válságot okozott gazdasági nehézségeket, és hát nyilvánvalóan biztonságpolitikai kihívásokat úgy, hogy a koronavírus válságból éppen kezdett kilábalni Európában. Amikor válságra, válságra kódik egy ilyen helyzetben, milyen képletek alapján dolgozhatnak a kormányok, mire lehet támaszkodni? Vannak tapasztalatok? Tapasztalatok mindenképp vannak, de a helyzet annyiban mégiscsak új, és örülök, hogy példaként a Covidot is hozta, hogy mind a két válságban az embereknek a fizikai értelemben vett biztonsága, élete is a kockán van. Ne felejtjük el, hogy a Covid alatt is világszerte milliók veszítették életüket, a háborúban is naponta veszítik emberek életüket, tehát mind a két helyzet olyan, hogy nem csupán gazdasági értelemben vett válságról van szó, hanem emberek élete itt a tét ebből a szempontból ez egy új helyzet, a 21. században itt Európában korábban nem kell ilyenekkel szembenézni. És hogyha a jogrendre utalunk vissza, akkor az időfaktor mennyire jelentős, hogyha akár a humanitárius válságot nézzük, akár a gazdasági intézkedéseket, vagy éppen a biztonságpolitikát? Azért arra emlékszünk, hogy például a háború kitörése után igenis kulcsfontosságú volt, hogy mondjuk milyen gyorsan áll föl adott esetben az a típusú csapat, amely a menekülőket fogadja, amelyek a határokon tudnak segíteni a háborúból érkező embereken. Tehát itt mondjuk minden óra, minden perc is tud számítani. Nagyon nehezen tudunk elképzelni a helyzeteket, amikor ez ebből a szempontból ne lenne indokolt, hiszen nyilván vagy a háborúban, akár másodpercek, percek is dönthetnek emberek életéről. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a háborúnak a végét egyelőre nem látni. Ön mit gondol a jogrendnek, ennek a különleges jogrendnek a fenntartását, mi befolyásolhatja? Alapvetően a háború alakulásra, illetve az, hogy látjuk-e közeledni a békének valamiféleképpen reményét, sajnos ez egyelőre távolabb van, mint az korábban reméltük. Palóc Andrénak. Köszönöm szépen, hogy itt volt és köszönöm a